Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm nézőinket! Ötödik alkalommal mutatkozott be Bonyhád városa, megyei önkormányzat által szervezett Vára megye programon. Az egész napos, a helyi értékekről szóló rendezvény lényege, hogy megismerjék mindazokat a helyi specialitásokat, melyek az adott településen élők hagyományainak részét képezik. Helyi értékek tekintetében Bonyhádnak nincs miért szégyenkeznie. Nem volt még olyan esztendő, hogy Bonyhád város ne képviseltette volna magát a Vára megye programon. A Percelek városa mindig is büszke volt történelmi értékeire, de szívesen mutatta meg az érdeklődőknek a nemzetiségek kultúráját épp úgy, mint az itt működő és országosan is elismert ipari termékeket. Gondoljunk csak mondjuk az ománcra vagy a bőrre. Márton Áron mondta valamikor, hogy minden nép annyit ér, amennyi értéket ki tud magából termelni. Én hiszem és vallom ezt a mondást, hiszen ezzel a gondolattal nyitottam meg azt az értéktári kiállítást Bonyhádon ez év tavaszán, amikor elkészültek ezek a gyönyörű installációk. Egy olyan pályázatnak köszönhetően, amelyben Bonyhád az élen járt, és büszkék vagyunk arra, hogy az a lehetőség, amit Magyarország kormánya nyújtott az önkormányzatoknak, mi azzal éltünk, és a közel 1000 településhez csatlakoztunk, akiknek már van helyszínen értéktárbizottsága a településükön, és igyekeznek feldolgozni azokat az értékeket, megőrizni a jövőnek, amelyek a birtokukban vannak. Nekünk nagyon nehéz dolgunk van abban a szempontból, hogy egy nagyon gazdag hagyománnyal rendelkező várost képviselek, hiszen a 20. századi történelemnek, magyarországi történelemnek és Európa történelmének köszönhetően egy olyan vegyes, nagyon sok nemzetiségű, színes, sok népcsoporttal élő, tarkított város vagyunk, akik mindenki hozta magával a maga kultúráját, maga hagyományát, és emiatt tényleg inkább az a gond, hogy abból a sok-sok mindenből mi az, amit igazán érdemes kiemelni és megtartani, megőrizni. Így van ez a székelyeknél, a sváboknál, a cigány népcsoportnál és a felvidékieknél is. Kult Imréné, a Bonyhádi Értéktár Bizottság elnöke is büszke volt arra a folyamatra, mely az értéktár mozgalom beindulásával elkezdődött. Valóban a sokféle népesség, sokszínű kultúrája már önmagában is jelentős számú relikviát kínál. Kezdetek óta részt veszünk ezen a megyei értéknapon is, és minden évben egyre több értéket tudunk itt is bemutatni, és az értéktárban felgyűjtött értékeknek a listája is egyre jobban szaporodik. Szerencsére olyan sok értékkel rendelkezik Bonyhád, és az emberek is fontosnak tartják azt, hogy ezeket valahol meg tudjuk mutatni, és kapunk azért ajánlásokat is, de természetesen a bizottságnak a munkája a legjelentősebb ezeknek az értékeknek a feltárásában. A velünk élő nemzetiségeknek a hagyományai, a kultúrája nagyban színesíti ezeket az értékeket, mint például az itt látható kiállításon is a székely festékes, a felvidéki terítők, a székely szőttesek, Szemcsuk István székely fafaragónak a munkája, és mondhatnám tovább, sorolhatnám tovább a szomszédasztalon látható sváb értékek gyűjteménye. A bizottság viszonylag könnyű helyzetben van, mondja Kult Imréné, hiszen a kisebbségek aktívan járulnak hozzá az értéktár bővítéséhez. Bonyhádi Német önkormányzat elnöke, asszonya, Kőlerné Kokilona is tagja a Bonyhádi Értéktár Bizottságnak, így ez nagyban könnyíti a munkánkat a svábok részéről, a többit meg hát ajánlások alapján, meg hát ismeretség alapján, helyi ismeretségek alapján gyűjtjük ezeket az értékeket. Amíg az értékmentő tevékenység hatékony, nincs annak veszélye, hogy a bonyhádi hagyományok elvesznek. Szerintem tudunk egy olyan értékmentő tevékenységet folytatni, amivel ezt a veszélyt meg tudjuk előzni, és ezen is vagyunk, hogy a mai értékeket is, a mai létező értékeket is be tudjuk mutatni. Pontosan ezért, mert ezek talán hozzák magukkal a többit is, hogy gerjesztenek egy olyan folyamatot, hogy ezek folyamán az emberek több értéket, értékes dolgot feltárnak és ajánlanak felénk is. Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei évben a Hungarikum Bizottság, a Hungarikum pályázat támogatásával meg tudtuk valósítani ezt az installációt. A mögöttem látható kiállítási anyagot tulajdonképpen ennek a pályázatnak a segítségével szereztük be. Így tudjuk bemutatni azokat egyrészt a nemzetiségeknek a hagyományait, másrészt pedig a nálunk még most is munkálkodó fafaragó, mint például a Szemcsuk István fafaragó munkáját, Fazekas József partkovács munkáját, és sorolhatnám még hosszan, tehát ezeket mind ebből a pályázatból tudtuk beszerezni és megvalósítani ezt a kiállítási anyagot.
A bonyhádi önkéntes tűzoltók is segítettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei viharkárok felszámolásában. Az ország minden tájáról érkeztek tűzoltóegységek, az országos összefogás keretében házakra és kerítésekre dőlt fákat távolítottak el, tetőkre másztak és beázás ellen védekeztek. Az elnökük azt mondja, jó érzés volt segíteni a bajba jutott embereken. Ezek a képek tanúsítják, mekkora volt a baj Kisvárdán. A vihar fákat döntött a házakra. A belügyminisztérium megkeresésére a bonyhádi önkéntesek is a bajba jutottak segítségére siettek. Lakosság elmondása szerint három helyről jött feketeség az égen. Amikor ezek összeértek, akkor mínusz 20 fokot csökkent a hőmérséklet, elsötétedett minden, mintha éjjel lett volna. Ez az egész vihar, ez körülbelül 15-20 percig tartott, utána kivilágosodott minden, és újra kisütött a nap, tehát 40 fok volt. Így mondta el stábunknak Miklós Roland, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében uralkodó állapotokat. A bonyhádi önkéntes tűzoltók közül hatan mentek Kisvárda térségébe segíteni. A vihar több mint 5000 épületet rongált meg 80 településen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe voltunk káresetek felszámolásánál, amit a vihar okozott. Kisvárdán és Ajak településen végeztünk műszaki mentést, ami azt jelenti, hogy favágások, ingatlanra dőlt fák és tetőjavítások, illetve a tetőknek beázásmentesítését végeztük. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 6 fővel vonult Nyíregyházára. Nyíregyházai megérkezésünk eligazítás után tovább lettünk küldve Kisvárda településre. Pénteken, körülbelül olyan 10:30-kor dr. Balázs Gábor Tolna megyei katasztrófa főigazgatója hívott föl telefonon, hogy elég nagy vihar volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, és oda kérik több egyesületnek a segítségét a keresetek felszámolásában. Az önkéntes tűzoltók elnöke azt mondja, hogy jó volt látni az összefogást, ami a káresetek felszámolása körül történt. Nem csak az országból, hanem az országhatáron túlról is érkeztek segíteni a szabolcsiaknak a műszaki mentésben. Nagyon jó volt részt venni ilyen nemzeti összefogáson. Jöttek szlovákiai magyarok, erdélyi magyarok és vajdaságból. Amikor igazgató úr felhívott, akkor közel 1200 bejelentés érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelemhez. Tehát elég sok egyesület, illetve tűzoltóság, hivatásos állomány katasztrófavédelemtől érkezett. Amíg eljöttünk vasárnap délután 1 óráig, az 1200 bejelentésből 30 maradt hátra, amikor eljöttünk. Idén 70 éves a Bonyhádi Képzőművészeti Kör. Ezen alkalomból a tagok legszebb munkáiból nyílt kiállítása Pécsi Civil Közösségek Házában. Kovács Ferenc, a körvezetője azt mondja, ezeken a festményeken jól látszik, hogy minden alkotónak megvan a saját stílusa. Az idén 70 éves Bonyhádi Képzőművészeti Kör tagjainak munkáiból nyílt kiállítás. A tárlatot a Pécsi Civil Közösségek Házában láthatják az érdeklődők. Kovács Ferenc, a körvezetője elmondta, az alkotók közösen választották ki azt a két-két művet mindenkitől, amik végül kikerültek a falakra. Úgy érzem, hogy ez egy nagy megtiszteltetés, hogy ide meghívtak bennünket. Tehát valamilyen híre van a Képzőművészeti Körnek most is, és volt is régen, hiszen nagyon sok olyan alkotó ember került ki a szakkörből, vagy a körből, képzőművészeti körből, aki olyan területe helyezkedett el, amelyik tulajdonképpen a rajzolásnak, a festésnek a folytatása. Tehát a művészi alkotómunka folytatása. És nagyon sok olyan résztvevő volt, aki művész lett. Nem az feltétlenül a mi dolgunk, hogy művészeket tulajdonképpen támogassunk, hanem inkább azt mondom, hogy azokat kell támogatnunk, akik egy belső indítékok alapján alkotnak, festenek, rajzolnak, netán szobrot készítenek, és ezeket kell segíteni. A művész ember az rendszerint már van olyan képzettsége, hogy neki nem kell olyan segítség, mert
csinyát, binyát ismeri a műalkotás készítésének. Na most itt egy olyan csapat jött össze az utóbbi másfél évtizedben, kik tulajdonképpen egy olyan önkifejező alkotómunkát akarnak létrehozni, amellyel teljesebbé teszik az életüket. Mindannyiunkban benne van ugye vágy, hogy létrehozni valamit, és ne talántán valamit magunkra hagyni. Na most hát a festészet erre nagyon jó, mert azért ez egy olyan alkotó tevékenység, amely azért sok munkát is létrehoz, és azok megmaradnak. Tudom, ismerem magamat, mert olyan nehezen válok meg egy-egy képtől, hogy szinte szívfájdalom. Nos, vannak foglalkozásaink a képzőművészet körnek, az egykori iskolám rajztermében. Minden kedden összejön a csapat, különböző összetételű, van nyugdíjas, van olyan, aki minden nap dolgozik, és emellett folytatja az alkotómunkát, és van olyan, aki már tulajdonképpen végzett valamilyen szakmai vonalon, e területen, de van, aki teljesen kezdő. Azért is hangsúlyoztam most a nyitó beszédben, hogy nagyon lényeges az ízlésformálás. Hiszen általában a kezdő alkotók azok a népszerű témákhoz, meg a népszerű kifejezési módokhoz, hát módokkal kezdik a munkájukat. És amit említettem, hogy mindig lényeges számunkra az, hogy legyen az egyéni kifejeződésnek a sokoldalúsága a képeken. Tehát jelenjen meg a személyiség maga. Jelenjen meg, ezért is van az, hogy különböző alkotói, felfogású képeket lehet látni. Nagyon változatos az anyag, hiszen nekem tulajdonképpen egy nagy törekvésem az, hogy mindenki önmagát adja. Ne másoljon másokat, hanem egyéniségként jelenjen meg a képein is. Legyen az a különösség, ami tulajdonképpen a művészetet jelenti az embereknek, az a különösség létrehozni. Nyilván van, aki még realista tanulmányszerű dolgokat készít, de van, aki már elmer karandozni olyan tájak felé, vagy olyan munkák felé, amely már túl a realizmuson. Expresszív, ne talán szürrealisztikus, tehát változatos anyagunk. Nagyon jó összetartó csapat ez a mostani, és egymást segítik, egymást támogatják, egymás munkáját elismerik. És ez egy nagyon fontos, az alkotó ember számára az elismerés. Mint sportág, egyre markánsabban van jelen Bonyhádon a sportlövészet és a koronglövészet. A város határában kialakított lőpályán nem csupán gyakorlások, edzések zajlanak, hanem egyre komolyabb versenyek is. Az öt fordulóból álló Magyar Kupa versenysorozatnak már nem először volt az egyik helyszíne a bonyhádi pálya, rendezője pedig a Városi Sportlövő Egyesület. Négy lőállásban gyülekeztek azok a vadászok a Magyar Kupa országos versenysorozat bonyhádi fordulójában, akik fontosnak érzik, hogy lőtudásukat, koncentrációkészségüket ennek a sportágnak az űzésével fejleszik, és persze szeretnek versenyezni, megmérettetni. A feladat látszatra ugyanaz, mint az olimpiai sportágnak számító koronglövészetben, az kétben, azért persze itt jóval könnyebb dolga van a vadászoknak. Amint egy varázsütésre feltűnő piros korongokat el kell találni, mi több rapityára lőni őket, de itt azért a gyorsított koronglövészetben lassabban jönnek a korongok, és a vadászokhoz közelebb is vannak,
mint a professzionál. Ki jól teljesít koronglőészetben, az konkrétan a vadászatnál sokkal nagyobb találati eredményt ér el. Hát ez érzik is saját bőrükön a vadászok? Hát, hogyne. Mi a vadászokat próbáljuk, a kamarai tagokkal rendelkező vadásztársági tagokat beintegrálni ebbe a rendszerbe. Itt maga a korong lövészetnek az összetétele is inkább vadász jellegű, tehát különböző helyekről, vállatra, helyzetekből repülő, guruló, beszálló, kiszálló madárimitációkat mutatnak a korongjaink. A tények makacs dolgok, 25 lövés után azonnal ott az eredmény, a bizonyítvány. Bizony 25-ből 25-ös eredmény, 100%-os teljesítmény, fehér holló ritkaságú. Azért egy-egy ilyen eredmény minden versenyen születik. Itt Bonyhádon is az egyik vadászmesterlövész egy bajai fiatalember volt, aki elárulta, a szerencsefaktor is kellett a 25-ből 25-höz. Egy biztos, hogy nagyon sokat kell a koronglövészethez gyakorolni. Tehát nagyon sok odafigyelést igényel. Tehát minél többet gyakorlunk, ugye annál jobban megy. Tehát a vadászatnál ugye lassabbak a madarak, lassabbak a nyulak, tehát azért az lényegesen könnyebb sport, mint az agyagoram lövészet. De nagy szerencse kell hozzá, nagyon sok koncentrálás és odafigyelés, ugye. De vannak itt nagyon sok lövők, akik, tehát ha rosszul kelnek fő, rosszabbul lőnek, tehát ez szerencsén is múlik nagyon sok minden. Nem csak a környezet szép, hanem a versenykörülmények is olyanok, ami egy magyar kupában kell. Az Országos Vadászszövetség elnöke a sportág új mini fellegváraként tekint már Bonyhádra. Itt minden további nekünk látok komolyabb versenyt is képzelni. Tudnék, a környezet a Dunántúlnak ez a része, ez egy szép táj, tehát kirándulni, hogy a lövő általában elmegy, de azért a környezetét megnézi, a szükebb környéken a nevezetességeket, kirándul is a családját, el szokták hozni a nemzetközi lövők. Itt is voltak már különben többször nemzetközi lövők. Románok, szlovákok, ezek mindig meg szoktak jelenni, mondjuk most nem jöttek ebbe a nagy meleg, valószínű visszatartott az embereket azért, mert nem tudtuk, hogy mire készüljünk, hát egy kicsit megviselt mindenkit így a vége fele már, de maga a helyszín az tökéletesen alkalmas minden szintű versenyre. A főszervező, a Bonyhádi Sportlövő Klub leköszönő félben levő elnöke, Dobondi István most is okkal volt elégedett, hiszen a távolságot, időt, pénzt nem kímélve sokan jöttek az országos ranglista szükebb élmezőnyébe tartozó, ismert vadászkorongozók is a Tolna megyei versenyzők mellett. A környékén Békésebáról vannak, akkor Debrecenből jó páran, Egerből, Budapest környékén jó páran, akkor Székesfehérváron sokan jöttek, meg akkor Győrből is jöttek a szövitára, és itt a Tolna megyéből is. Na például az előbb arról beszéltünk, hogy a egyszerű vadászok. Hát például itt van, meg lehet említeni a 1510 vagy 1515 kezdet, mint kezdő vadász, és ma, ha jó formában van, akkor ország egyik legjobb lövék, mert ugye ő még a legjobb lövék, például pár szerencs hőgyészről. És van a Junkus József a senior kategóriában tavaly összem második lett, vagy első veterán kategóriában. Mennyire rangos ez a verseny? Mégpedig annyira, hogy az országban rendeznek 5-6 magyar kupafordulat. Most ha van 19 megye, ennek mégis Bonyhádon egyet rendezünk az 5-6-ból. A vadászkorongozók számára is, mint a skítes, a duplatrappos sportlövőknek, vannak országos nemzetközi versenyei. Éppen a Magyar Szövetség rendezi az idén, augusztus 2. felében a világbajnokságot, mégpedig Galga Mácsán, amire a bonyhádi verseny is kellőképpen ráhangolta a résztvevőket. Ami a VB-vel kapcsolatosan érdekes, már is a bőség zavara okoz gondot a szervezőbizottságban. 8 pálya nem tudja kiszolgálni a több lövőnek a szereplését, de hál' Isten a világ minden részéről 32 nemzet jelentkezett a helyszíne, vagy a világbajnokságra részvételre, és még várunk 2-t, tehát olyan 35-37 nemzet a világ, Amerikától, Dél-Afrikától, Ausztráliáig mindenki jelen fog lenni. Mint az elnöktől megtudtuk, a sportdiplomáciánk van olyan erős, hogy az elkövetkezendő években még több világversenyt rendezhessen Magyarország, az egyik akár Bonyhádon is lehetne. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!